Sziasztok! A mai videónkban mutatok nektek egy trükköt, hogy hogyan hoz a muskátli még több virágot. Ugye tudjátok, hogy a muskátli az nagyon szereti a napfényt, egész nyáron virágzik, legyen az futó, legyen akár az álló. Igazándiból néhány apróságra kell figyelni, nyilván a nagy melegben folyamatosan kell öntözni, két hetente nem árt neki a tápoldat. Azonban, ha erre a dologra nem figyeltek, erre a kis apróságra, akkor bizony a muskátli kevesebb virágot hozhat. Mi is ez? Mégpedig az, hogyha a muskátli elvirágzott, akkor azokat, a virágokat, azokat mindig el kell távolítani. Erre azért van szükség, mert hogyha rajta hagyjuk a muskátlin az elnyílt virágokat, akkor elkezdi hozni a termését, és ha elkezdi hozni a termését, akkor bizony nem fog hozni annyi virágot. Hogyan lehet ezt a legegyszerűbben megtenni? Mindig itt a tövénél meg kell fogni, egy nagyon egyszerű és erős mozdulattal, és le kell szedni. Egy picit időigényes folyamat ez, főleg, hogyha sok muskátlitok van, és főleg, hogyha rengeteg virágot hoz, mint nekem is ez a 2-3 éves, nem is tudom pontosan tő, de tényleg ennyire kell egyedül figyelni, és akkor már is meg lesz az eredménye. Felmerülhet a kérdés, és mi a helyzet akkor, hogyha a muskátlinak a fele elnyílt, a másik fele még nem. Én mindig azt őszintén megmondom, meg szoktam várni, amit teljesen elnyílik, mert itt is még lehet látni, hogy itt már van, ahol hozza a magokat, itt pedig még teli van virággal. Hogyha ezek is elnyílnak, akkor fogom majd ezt a részt eltávolítani. Nagyon fontos, hogy nagyjából ezt a feladatot úgy hetente egyszer, 10 naponta egyszer végezzük el a muskátlinkon, mert meg fog lehajlálni, és rengeteg virágot fog hozni. Hogyha eddig nem tettétek, kövessétek az Édenkert TV YouTube csatornáját, iratkozzatok fel hírlevelünkre, és látogassatok el Facebook oldalunkra is.